Hello mindenkinek! A mai videóban úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek a mini parfüm kollekciómat. Ugye már láttátok két videómat is a parfüm kollekciómról, mert mint tudjátok, én általában mindig a 100 milliseket veszem, vagy 90 milliseket, úgyhogy mindig nagy kiszerelésű parfümöket szoktam venni. Viszont egyre több mini parfümöm is van, ami ötletes csak úgy bedobni a táskába. Ezért arra gondoltam, hogy mivel összegyűlt egy pár, ezért megmutatom nektek érdekességképpen. Kezdeném a legkisebbekkel. A Diortól, amikor voltam náluk vásárolni, akkor kaptam két mini parfüm mintát. Az egyik az az új Miss Dior, ami nagyon-nagyon populáris. Nekem az anyukám és nővérem is ezt használja azóta. Nagyon szeretik. Én meg pont azért nem, mert már ők használják. Egyébként nekem is tetszik az illat. Valamint az új Jadore, tehát az új kiadása, ami most már a Jadore, Jadore Enjoy. Tehát ez egy újabb változata. A Jadore, azt tudjátok, hogy nekem egyébként is megvolt régen, de most kiadtak egy új verziót. Ugyanolyan a üveg, közben akkor mutatom a következő mini parfümömet, amit szintén a Diortól kaptam, amikor vásároltam. Ez ugyan a régi Jadore kinézet, de az újnak itt egy kicsit másabb egyébként a üvegnek a nyaka, annyiban változott. Valamint ez Jadore Joy, vagyis Enjoy, bocsánat. Úgyhogy ezt a pici mintát is kaptam, meg ezt a kettőt. Ez utazásra is szeretem, ezt viszont, ha csak elmegyek vásárolni városon belül, akkor ez ugye még kisebb és még hasznosabb. Úgyhogy szeretem ezeket a típusokat, de ezeket annyit nem tudod használni, ez azért elég úgymond sokáig elég, tehát jóval több ideig, mint mondjuk ez. Ez egy olyan tényleg párhasználatos, ezek a fajták. És akkor ami szintén hasonló a Jadorehoz, amit a Diortól kaptam, a Lancôme-tól is kaptam egy ilyen kis kiszerelésű mini parfümöt, méghozzá a legújabb parfümjükből, amit még csak most dobtak piacra. A Le Vie est belle, tehát gyönyörű az élet, vagy az élet gyönyörű, magyarán lefordítva, azt a annak a parfümnek a mini verzióját kaptam, amikor vásároltam. Nagyon finom illata van egyébként, pedig nem vagyok oda a Lancôme parfümöket, de nem rossz. Nem venném meg viszont a nagyobbat, tehát annyira nem tetszik, de arra jó, hogy tényleg amikor elfelejtettél parfümet használni és eszedbe jut útközben, akkor ezt fel tudod tenni, de nem lesz a kedvencem. Ezzel ellentétben a Jadort azt például mindig is szerettem, csak amióta más is elkezdte használni. Tudjátok, már szerintem említettem régebbi parfümös videóimban, hogy nem szeretem, hogyha ugyanolyan illatom van, mint bárki másnak, vagy a családban, vagy ismerőseim közül. Úgyhogy ezért szoktam cserélni a parfümjeimet. Az egyetlen, ami megmaradt, az a Gucci Guilty, amit, ha jól tudom, nem igazán használ nekem senki a családban. És örülnék, ha nem használnák, mert tényleg ez a parfüm 6 éve, de szerintem lassan 7 éve a kedvencem, amit mindig újra veszek. Ebből nincs mini verzió. De nem is tudom, hogy árulnak-e, mármint ennyire minit. Aztán az elmúlt karácsonyra kaptam az egyik kolléganőmtől egy Ted Baker mini parfümön. A Ted Baker márkától szoktam vásárolni. Nagyon szeretem a testápolókat, szerintem meg is osztottam tavaly a képet, úgyhogy láttátok, hogy vettem egy egész doboznyi dolgot tőlük. A kézkrémjeiket, tusfürdőit, minden testápolási dolgokat szeretek tőlük. Plusz a táskám is Ted Baker-ös, nem tőlük, ettől a márkától. Parfümöm még sosem volt, ez tetszik különben.
De még egy picit szoknom kell, mert nagyon másfajta illattípus, mint amiket szoktam használni. Úgyhogy ennek nagyon örültem, amikor megkaptam karácsonyra. Meg tetszik egyébként az üvege is. A következő, ezt ugyan mutattam már parfümkollekciós videómban, de már egyébként is az alján tartok, de mivel mini parfüm, és ma a mini parfümkollekciós videó, azért nem hagyhatnám ki attól meg, hogy mutattam, hogy van a Prádától a Candy, ezt vagy 2 éve kaptam a nővéremtől karácsonyra, ha jól emlékszem. De nem annyit használom, mert ez ahhoz képest, hogy kicsi, nem annyira kicsi, úgyhogy nagyon ritkán teszem táskába. Inkább amikor csak pár napra utazom el, inkább akkor. Az, hogy most a táskámban legyen, napközben, hogy használjam, arra viszont nagy. Meg súlyosabb is, tehát nehezebb. Tudjátok, hogy a Victoria's Secret a számomra az egyik legkedvesebb márka. Mindent imádok, ami Victoria's Secret. És most, amikor bementem, tudjátok, mutattam, hogy vettem a pizsamát. Másnap, amikor bementem megint a Victoria's Secretbe, Black Friday után, akkor láttam, hogy van egy akciójuk, hogy veszel egy mini parfümöt, és hozzákapod a másikat ingyen. Úgyhogy ezt a kettőt választottam ki. Az egyiket, tudjátok, ezt egyébként is a kedvenc parfümöm, a párom kedvence is, különben rajtam. Ezt használom nagy kiszerelésbe, tehát megvan a 100 millis. Viszont most megyünk nyaralni, és nem szeretném a nagy kiszerelést magammal vinni. Úgyhogy egyébként azért vettem, hogy akkor ezt mindig... Plusz elmentünk most pár napra Amsterdamba, tehát ilyenkor jó ez a verzió, mert ugye neki nyilván ezt a parfümöt használom a legtöbbször, hogyha vele vagyok. Ha csak dolgozni megyek, vagy bármilyen más alkalom, a lányokkal elmegyünk, ilyesmi, vagy kolléganőimmel, akkor ugye más parfümöt használok. Úgyhogy ezt tudjátok, hogy ez a Bombshell parfüm, de tudjátok, hogy kiveszem a dobozból, mert így nem igazán látszik. Így is megmutatom, hogy jobban lássátok. És akkor... Tehát ez a tipikus kedvencem, a Bombshell parfüm a Victoria's Secret-től. És most pedig kipróbálom a Crush nevű parfümöt a Victoria's Secret-től. Valamint az EHA. Az egyik parfüm nagyon-nagyon tetszik, az lesz most az új kedvencem, a páromnak is tetszik. Úgyhogy biztos, hogy jövőre meg fogom venni a 100 milliset, abból ugyanis nem volt mini. Euso Sexy, azt hiszem az... Azt hiszem úgy hívják, valami sexy. Ha jól emlékszem, azt fogom majd még most beszerezni a Victoria's Secret-től különben. A Crush is jó, csak nem annyira jó, mint a Bombshell, tehát nem cserélném le, de arra, hogy most ingyen kaptam, arra ezt választottam, mert ezt tetszett a legjobban az összes illat közül. És akkor ezzel remélem, hogy meg is mutattam az összes mini parfümömet, ami itthon található. Tudjátok, hogy azért jócskán parfümmániás vagyok. Szeretem a jó illatokat. És nem vagyok márkamániás, de parfüm és napszemüveg szempontjából igenis inkább kifizetem a drágább márkát, mert sokkal tartósabb és sokkal intenzívebbek az illataik. Napszemüvegben pedig azért... Bár ennek nem nagyon sok köze van ehhez a videóhoz, úgyhogy nagyon nem mondom. Egyébként egy szemüvegem van, tehát ezért nem csinálnék róla videót. Hozzáteszem, tervezek most venni majd még egyet. Mert napszemüvegemre nagyon vigyázok, mindig a tokban van, tehát simán kifizetem belőle a drágábbat. Egyébként a Gucci napszemüvege van meg nekem. De már ezt láttátok, mert ez is 7 éves, és nem igazán van semmi problémája. Egyébként én a műanyag típusúakat szeretem, főleg azért, mert így nem is romlik el. És mivel tokban tartom, így tényleg semmi baja nincsen, nem látszik rajta, hogy 7 éves. És a lencse sem, jó, nem azt mondom, hogy karcmentes, de nem rossz állapotban van. Vagy nem néz ki úgy, mintha rosszul lenne tartva. És akkor mindig tokkal szoktam kapni, és ugye a kis törlővel hozzá. Tehát csak ezekből szeretem kifizetni
vagy megfizetni a márkát. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok lelem. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, kövessetek Facebookon és Instagramon, valamint ne feledkezzetek el feliratkozni ide a YouTube csatornámra még több videóért. Sziasztok!